Az utolsó villanypóznát is kidöntötték a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Így a magas feszültségű vezetékek helyét átvette a természet és a madárcsicsergés. Az E.ON Hungária mintegy 28 kilométeren bontotta el a légvezetékeket a Dunaipoly és a Kiskunsági Nemzeti Parkok területén. A kábelek innentől kezdve a földben futnak, így nem jelentenek veszélyt a környéken fészkelő madarakra. A projekt 645 millió forintból valósulhatott meg, melynek háromnegyedét az Európai Unió finanszírozta. A madarak a vezetéknek az egyik és másik oldalán elő tudtak fordulni, de maga a vezeték nyomvonalában nem. És azáltal, hogy ez a vezeték kiváltásra került, ez a baleset veszély megszűnt, és a vezeték alatti területek is elérhetők lettek a túzogók számára. A vadőrök szerint az eredmény már most szemmel látható. A rétekre ugyanis visszatért Európa legnehezebb röpképes madara, a túzok. Ez nagy siker, hiszen az elmúlt 80 évben megtizedelődött az egyedek száma. A legtöbben áramütés következtében pusztultak el, mivel nagyon rosszul látnak. Magyarországon körülbelül 1500 túzok él, ezzel hazánk a legfontosabb költőhelynek számít.